2016 óta október utolsó vasárnapja a Székely Autonómia Napja, melynek keretében Kakasdon a helyi önkormányzat és a Székely Nemzeti Tanács közös rendezvényeként gyújtottak mágiát. Ez a nap minden évben lehetőséget kínál arra, hogy a székely nép kiálljon és a külvilág felé kinyilvánítsa a belső önrendelkezés iránti folytatólagos igényét. Süli János országgyűlési képviselő azt mondta, az Európai Unió nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, de eljött az idő, hogy ez a kérdés is napirendre kerüljön. A magyar nép egyébként sose nem terror cselekményekkel, nem tiltakozással akarta visszaszerezni az autonómiáját, hanem békés módon, aláírásgyűjtéssel, őrtüzekkel, szolidaritással. Ezt eddig nem méltányolta Európa, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb nem kerülhető meg. A Magyarországon és az Erdélyben élő székelység számára egyformán fontos az autonómia gondolata, ezért szervezi meg a Székely Szövetség minden esztendőben a tűzgyújtást. Úgy gondolom, hogy egyre többen csatlakoznak, vagyis legalább próbálják ezt megtartani, és főleg mi, akik Erdélyből elszármazottak vagyunk anyaország területén, próbáljuk egyre nagyobb szélességbe ezt minél több emberhez elvinni, megmutatni, hogy mennyire fontos az összetartozás, összefogás, egy vérből vagyunk. Selné Simcsik Orsolya Kakast polgármestere azt emelte ki, a településen jelentős számban élnek székelyek, akik számára fontos a kapcsolat azzal a vidékkel, ahonnan az őseik ide telepedtek. Fontosnak tartjuk, hogy székelység fönnmaradjon. Bízom benne, és hiszem, hogy ez igenis meg lesz, hiszen több száz éves hagyománya van, és itt Kakasdon is fontos például a székely hagyományőrzés. A székely népdalok, az énekek, a meséknek a felelevenítése az utókor számára, továbbadása. Támogatjuk ezt a kezdeményezést tiszta szívünkkel. A Székely Autonómia Napja alkalmából a Kárpát-medence területén mintegy 80 helyszínen gyújtottak őrtüzeket.